A svéd Svante Paabo kapta az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat az emberi evolúcióval kapcsolatos munkájáért. A 67 éves tudós a díjat odaítélő bizottság szerint egy szinte lehetetlen feladatot oldott meg a neandervölgyi ember genetikai kódjának feltörésével, illetve egy új tudományterületet hozott létre, a paleogenomikát. A svéd kutató munkája segít feltárni az emberi evolúció történetét, illetve azt, hogyan terjedtek el az emberek a bolygón. Emellett választ adhat olyan alapvető kérdésekre is, mint hogy honnan származunk, és mit tette lehetővé számunkra, homo sapiensek számára, hogy fejlődjünk, miközben rokonaink kihaltak.